Csányi Sándor Hogyan értsük félre a nőket című vígjátéka azt is boncolgatja, hogy meddig bírják behúzni a férfiak a hasukat, ha egy fiatal nővel beszélgetnek. Létezik vasárnapi ebéd, húsleves rántott hús és gyomorgörcs nélkül, azaz meg lehet-e csalni valakit véletlenül. De ne értsenek félre, engem nem csak ez érdekel. Csányi Sándorral találkozom. Egyszer mi már találkoztunk az életben. Hol? Budapesten, az Új Színházban egy bemutató után, a premier bulin, a büfében. És minket bemutattak egymásnak. Pár mondatot váltottunk, és én akkor azt gondoltam, hogy ez a Csányi Sanyi milyen öntelt. És igazod is volt egyébként, persze. Tényleg? Pedig lett volna két opció. Az A verzió, hogy lehet, hogy félreértettük egymást, vagy egyszerűen téged ott akkor körbe rajongtak, udvaroltak. És nekem nem udvaroltál, lehet ez volt a problémám. Szerintem ez lehet a nagyobb baj. Vagy B, hogy tényleg meglegyintett téged a hírnévnek a szele, és egy kicsit megszédültél tőle. Hát, A vagy B? Hát ez egyébként biztos, mindenki azt mondja, hogy nem hideken hagyja ez a hírnév, meg a nem tudom mit. De ha megváltozik körülötted a világ, akkor te is megváltozol. Tehát hogyha mindenki másképp néz rád, akkor változik. Én egyébként sokkal görcsösebb lettem tőle. Tehát hogy nekem pont, hogy nem a... De egyébként ezt sokan mondják, hogy ilyen ellenséges vagyok, de az vagy mindig ilyen zárkozottságból van, vagy görcs. Tehát nem fentről vagyok nagyképű, hanem lentről vagyok ellenséges. Tehát az más, az se sokkal jobb, de hogy én pont nem azt gondolom, hogy én vagyok a világ tetején, hanem hogy ilyen zavarba vagyok, nem tudom, kicsit, hogy egyik lábamra másikra állok, és akkor ezzel kompenzálom. Tehát, hogy inkább ez van. Milyen bemutató volt egyébként? Közeleg az idő, azt hiszem. Ja. Igen. Ez körülbelül 18 évvel ezelőtt volt, és azt hiszem, hogy a környékén volt a kontroll bemutatója. Hát lehet, ez 20 éve volt, most volt 20 éve 2003-ban. Igen. A kontroll bemutató után. Mikor igen. Már híres lettél. Igen. Nem emlékszem, pedig egyébként a színházi büfé az egy annyira szűk közeg, és annyira csak mi vagyunk, hogy ott még nem is szoktam különösebben zavarba lenni. Lehet, hogy még az első sör nem volt meg, és akkor még egy ilyen kis görcs volt benne. A hangulat már előre haladott állapotban volt. Igen, hogyha még éjfél környéken, már biztos más lett volna a helyzetet. Mi segített neked abban, hogy két lábbal maradj a földön? Hát látod, hogy nem sikerült. De hát ez már rég volt. Hát nem tudom. Valahogy én nekem azért sose hittem el, hogy nekem ez jár, vagy nem is tudom. És akkor jött egy csomó jó dolog. Most így bánkódom, hogy visszanézem, hogy mennyire ismert voltam, hogy milyen jóképű voltam, hogy milyen fiatal, hogy mi nem élveztem én ezt jobban. Tehát, hogy kicsit van egy ilyen... Nem élvezted eléggé? Nem. Például vannak ilyen, tehát ez az egész ilyen sztárkodással volt ilyen... Van ilyen kör, vannak ilyen bulik, ahova eljárnak, és nem tudom. És én egyet mindenképpen ki akartam próbálni, mert azt gondolom, hogy a színészileg azért ez tök izgalmas. És akkor elmentem egy ilyen divat bemutatóra, nem tudom, és azt éreztem, hogy borzalmasan unatkozom. Rettenetesen untatnak ezek az emberek, hogy azért én igazából mégiscsak egy színházi büfébe érzem jól magam. Tehát a színészekkel azokat a vicceket mondjuk, amiket értünk, az a reláció, vagy az a... kapcsolatrendszer van, amit értünk, nem kell emlékezni, az asár, az kicsoda. Tehát, hogy és ott egyszerűen nem tudtam ők mit kezdeni. Tehát, ugye az, és ezt tulajdonképpen nem is használtam, de most, hogy visszanézze az életemnek az eddigi szakaszát, most 48 vagyok, hogy azért nagyon hálás vagyok azért, mert Rékával szoktunk erről beszélgetni, hogy Magyarországon milyen a filmes helyzet, Magyarországon milyen a színházi helyzet, és hogy ehhez képest mondjuk Amerikában mi van. Ami szerintem hülyeség innen megítélni, mert tehát az az 1 millióból egy a Brad Pitt. Tehát, hogy, és ott van 999.099, aki de nem te voltál össze. A magyar Brad Pitt. Igen, csak pont ez is kérdezik, hogy nem is akartam el kimenni, és mondtam, hogy a francnak álljuk be a sor végére még egyszer. Egyszer már álltam a sor végén, tehát most örülök, hogy most már hogy ben vagyok az előszobában. Meg rengeteg áldozatot követve, tehát voltunk még Cannes-ban annak idén, még talán a Csak szexel, vagy nem tudom. És
volt egy VIP rész, ahova a filmesek bemehettek, és a VIP-n belül volt még egy VIP, ahova nem a kelet-európai filmesek mentek, hanem mondjuk a Brad Pitt-ék, és nem tudom, tehát 40 vagy 50 fotós ilyen létrákkal jöttek, és üvöltöztek, és kiabáltak, és nem tudom, és azt éreztem, hogy ez annyira nyomasztó, tehát hogy tök jó dolog ez a sztárság, meg ez a magas szint, meg azok a filmek, amiket csinálnak, az elképesztő, de hogy elképesztően stresszes ez az élet, tehát hogy én azt érzem, hogy az, hogy meg tudtam maradni a feleségem mellett, hogy van két gyerekünk, tehát nekem három, ugye elvált még régen ott a bemutató környékén, és onnan van a Misi. Lehet azért voltál ellenséges. Lehet, hogy azért voltam. De egyébként tényleg szerintem az pont az a környék, tehát pont akkor szerintem éppen vállófélben voltunk akkor a Liával. Akkor meg, ha nem én voltam a hibás, jó van. mindig azonnal kenjük rá valakit, valami nőre. Nem. Szóval annak ez köszönhet, hogy most van pont egy olyan fajta ismertség, hogyha bemegyek a boltba, akkor köszönnek, és akkor úgy szeretnek, vagy nem tudom. De ez nekem tök jó. De nincs az a rengeteg stressz, ami jár vele, amiről úgy nagyon vágynak az emberek, a piros szőnyeg maga. Ezért szerintem az valójában egy elképesztő melós dolog. Tehát, hogy folyamatosan menni, ráadásul azért azon a szinten, ahol ők vannak, az állandóan a hátad mögé kell nézni, mert mindig jönnek mögötted 100-200-an erre a helyre. Tehát, hogy egy folyamatos stressz, ez meg egy ilyen klassz élet, amit én élek. Azt mondtad egyszer, hogy aki színésznek megy, az nem normális, és én ezzel maximálisan egyetértek. Te akkor miért lettél színész? Hát, nyilván nem vagyok teljesen normális, tehát hogy nem is az, hogy nem normális, hanem nem teljesen egészséges ember. Tehát, hogy valamiféle lelki deficit kell ahhoz, hogy az ember művésznek menjen. Tehát egész egyszerűen teljesen normális családban nőttem föl, de az a szeretet mennyiség, amit én kaptam, az gyakorlatilag nem volt elég. Tehát most mesélték apám még, hogy például gyerekkoromban nem azt akartam, hogy ők játszanak fel, hanem üljenek és nézzék, ahogy játszom. Tehát ez nem teljesen normális. Tehát, hogy... Figyelmet igényel, már akkor is. Igen. De hogy mondtad, hogy egyébként ez nem kell ehhez egy elrontott család, tehát ez maga az ember ilyen, hogy... És látom a gyerekeimén, hogy nekik nincs ez a nagyon nagy figyelemmánia, tehát hogy ők azért több figyelmet is kapnak már. Ez a generáció azért másképp szocializálódik, mint mi. De hogy... Igen, mert egyébként a normális ember az a családból akar szeretetet. Az abnormális ember, mint a színészek, meg a művészek, azok meg azt akarják, hogy mindenki szeresse őket. És azért az mindig gáz, tehát azért az mindig hordoz magával rengeteg veszélyt, hogy mi van, hogyha a Janis Joplin mondta, hogy az elképesztő érzés, hogy szeretkezel a színpadon 10 000 férfival, és utána egyedül mész haza. Tehát az a nagyon nagy kontraszt azért az mindig meg tudja gyepálni az embert. Hát ezért láttunk nagyon sok színész sorsot tönkre menni. Igen. A szüleid mit szóltak hozzá, hogy te színész leszel? Apám az nem akarta, hogy nem hitt benne, hogy az egészet egy nagyon zűlött dolognak tartotta, amiben igaza volt természetesen. Anyám az nagyon, tehát ő ilyen művészetpártoló volt, meg ilyen. Voltak ilyen kis verses kötetei, amiben kiírogatott ilyen József Attila verseket, tehát neki az úgy nagyon tetszett. De én nekem nem nagyon volt más választás. Én azt éreztem, hogy volt egyszer egy nyári táborban, és akkor volt mindenféle feladat, és felmondtam többször, hogy én nem nagyon voltam sikeres semmiben, nem voltam különösebben okos, nem voltam különösebben erős. És akkor ugye én a középmezőnyben voltam, és akkor amikor volt egy ilyen feladat, hogy ilyen színészkedni kellett, én improvizálni kellett, és akkor elkezdtem hülyéskedni, és hát nyilván a többi gyerek mellett, akik nem ezzel foglalkoznak, sokkal ügyesebb voltam náluk, és mondtuk, ez a csajok egész másképp néztek rám. És mondtam, hogy hát basszus, nekem ezért valaki fizet is, tehát hogy akkor én meg vagyok. És onnantól kezdve tulajdonképp sose volt a fejemben más, tehát hogy mindig ez volt, hogy ezt kéne csinálni, és pont most lesz 30 éve, október 1-én lesz 30 éve, hogy először betettem egy lábam a színházba, egy művészbe járon. Emlékszem, a Csokolj meg Katám című darabot csináltuk, Cole Porter, rettenetesen vacak színdarab, de hát én annyira boldog voltam, hogy emlékszem, mentem oda mindenkihez Kaposváron, sok ilyen rossz kedvű ember ült, így cigizett, meg sörözött a büfébe, és mindenkihez mentem oda, hogy ez fantasztikus volt, nem? Hogy el kéne kezdeni még egy, milyen jól lenne még egy. És néztek, hogy ki ez a szörnyetek, hogy mi az, hogy kezdjük el még egyszer, most fejeztük be, utálták az egészet. De tulajdonképpen ez a nagyon nagy lelkesedés, nem múlt el azóta se. Tehát, hogy én most 430-at játszottam ennek az első részéből, és így van kedvem. Tehát ilyenkor nehéz ez az 5-től 7-ig, amíg elkezdődik, de onnantól, hogy elkezdődik, én nagyon szeretem meg szeretem a szakmámat. Amit említettél, Kaposváron volt, segédszínészként dolgoztál, aztán egyetem után Kritakörben játszottál, Radnótiban. Egyszer csak úgy gondoltad, hogy szakítasz a Kőszínházzal. Miért? A legtöbb színész biztonságra vágyik. Vagy lehet csak a rossz színészek? Nem. Szerintem a biztonság az jó, tehát hogy főleg gyerekkel meg... Én egyszerűen azt éreztem már, hogy...
hogy az vagyok, aki nem akartam lenni. Tehát, hogy a bejövök, megy a munka, nem tudom, én nekem nagyon erős élményem a főiskola. Beszélgettünk pont a Bodó Viktorról, aki rendezett Vásárhelyen is. Osztálytársam, és a Viktor azért tényleg egy ilyen gyakorló elmebeteg, hogyha színházoló van szó. Tehát tele van olyan ötletekkel, hogy ennyi hülyeséget én életemben nem láttam, hogy ő ki tud találni negyed óra alatt. És az mámorító volt vele dolgozni. Tehát, hogy ennyit röhögni, mint amit a Viktor a próba közben, hogy az igazi örömszínház. És akkor volt a Szamosi Zsófi osztálytársunk, és például nagyon szerettem azt a viszonyt a Zsófihoz, de mai napig megvan, hogy próbálunk, és mondja, hogy ez nem jó, Sanyi. De miért nem jó? Mert és akkor elkezd jellemezni a helyzetet. De mondom, akkor viszont csináljuk, hogy de nem jó. De miért nem jó? Mert olyan rossz ízlésű dolgokat találsz ki. Ja, mondom, hogy ja, azt értem, jó, mondjuk ez tényleg rossz ízlésű. És hogy simán tovább lehetett menni, és hogy lehet őszintének lenni anélkül, hogy bárki megsértődne, vagy hogy ő kétségbe vonná az én képességeimet, az ötletre mondta, hogy rossz ízlésű. És tulajdonképpen tényleg az is volt. És nekem ez a munka nagyon hiányzik, hogy nagyon sokat röhögjünk, nagyon már bárkinek eszébe juthasson bármi, ami tehát nem kell szégyenkezni, vagy nem kell mérlegelni, hanem azonnal kimondasz mindenféle hülyeséget, abból 10-8-at kidobunk. Ha rossz ízlés, akkor mondják, hogy basszus, ezt ne csinálom, mert ez szeszélyes évszakok, vagy nem tudom. És akkor az meg egy olyan kreatív állapot. Az maga jó a színészetben, hogy nem kell mérlegelni, meg nem kell végig gondolni, hogy ez most fog-e tetszeni valakinek, vagy nem, hanem ezt, amit ilyen flow állapotnak hívnak. És én ezt nagyon, nagyon hiányoltam, és azért a filmeknél is volt ilyen sokszor, például a Goda Krisztánál, vagy a Nimrodnál, és azt éreztem, hogy szép lassan, hogy bedarált az élet, hogy olyan, minden olyan kiszámítható lehet, hogy minden történik, de hogy... És akkor megértettem, hogy miért nem lehet így színházat csinálni, és akkor azt úgy elfogadtam, és azt éreztem, hogy nem vagyok különösebben boldog ezzel. És akkor egyszer csak felmondtam, és hogy hétfőn eldöntöttem, szerdán felmondtam, csütörtökön eszembe jutott, hogy nekem nincsen egyáltalán pénzem. Tehát, hogy miből fogok megélni. Akkor egy pillanatra megbántak? Nem bántam meg, azt tudtam, hogy ez jó döntés volt. De hogy, és akkor írtam egy darabot, és akkor szereztem pár embert, akivel elkezdtük ezt a művelődési házakat felhívni, leszerződtünk velük, el kellett kezdeni hirdetni, el kellett kezdeni megtanulni, hogy hogy kell eladni egy előadást, hogy kell az internetes rendszereket használni, kiken keresztül áruljuk egyet, mit kell csinálni, hogyha mondjuk ki kell nyomtatni egyet, azt kiviszi le, hogy kell számlázni, tehát könyvelő, de csomó ember lett a környékemen, és tulajdonképpen lett egy egyszemélyes színház, egy ilyen utazó színház, és például ez a mai nap is, tegnap játszottuk Kolozsváron, és hát nagyon izgalmas nézni, hogy mi működik, mi nem. De volt egy csomó minden, amiről én azt gondoltam, hogy vicces, és most úgy tűnik, hogy nem. És akkor ma már azokat kicseréltem, és akkor helyett mások vannak. És akkor ma megint nézem, hogy mi az, amin nevetnek, mi az, amin nem. És hogyha megint nem nevetnek, akkor hónapra kitalálok mást. És azt érzem, hogy ez olyan fajta munka, amire úgy vágytam, hogy mindenféle hülyeséget kitalálhatok, és akkor az vagy szeretik, vagy nem. De hogy az én vagyok. Tehát, hogy a rossz ízlésemmel, meg a ripacskodással, vagy az érzékenységgel, meg a figyelemmel, meg a tehetséggel, mindennel együtt, ez pont olyan, mint amilyen én vagyok, és az amellett úgy ki tudok állni. Sokszor nagyon szigorú vagy magadhoz. Szidni szoktad magadat, hogy beszélni nem tudtál, és pupos voltál, meg nem is tudom, még sok mindent mondasz magadról. Ezt te komolyan gondolod? Elégedetlen voltál magaddal sokáig? Hát figyelj, én tényleg nem tudtam egyáltalán beszélni, tehát az csodálatos volt, hogy a... De hát azért valahogy felvettek az egyetemre. Igen, de mondtak, hogy egyet nem tudták, hogy miről beszélek. Tehát akkor már picivel jobb volt, de hát hogy kérdeztem az Asert, pont volt egy ilyen gyerekdarab, és kérdeztem, hogy a Tamás, hogy milyen volt. Csodálatos, rengeteg mindent tudnék mondani, egy szót értettem volna belőle, semmit, Sanyi, semmit nem lehet érteni belőle. Csodálatos volt, hogy valaki rettenetesen átéltem, egy szót nem értek belőle. Tehát, és gondolom, a felvétel is ez volt. Látom, hogy nagyon akar valami, de nem tudjuk, hogy miről beszéltet. És akkor fogtam ezt a parafadugót, és akkor fogalmi közé szorítottam, és akkor a Faustot, meg a Toldit mondtam. De hogyha egyébként szerintem most is hadarok, de hogyha mondjuk nem tudom rendesen szöveget, vagy bizonytalan vagyok, azonnal előjön a beszédhiba, a hadarás. Tehát akkor működik jól, amikor biztonságban vagyok. Azért rengeteg filmben játszottál. Te voltál a 2000-es éveknek a legtöbbet játszott férfi színésze. Csak Szex és Más Semmi, Kontroll, Rokonok, Öröktél. Ugye ez nem véletlenül történt. Hát, ilyen szerencséje nincs senkinek, hogyha nem tehetséges. Nem, szerintem tehetség az kell. Tehát az nem, a tehetségemet én... Azt sose kérdőjeleztem meg, hogy nekem van ehhez, most minden nagy képviség mellett, hogy ehhez van érzékem, nekem tulajdonképpen csak ehhez van, semmi máshoz, meg nagyon szorgalmas is vagyok, de hát a szerencs,
az a helyzet ez, hogy nem is szerencsé, hogy divatosnak kell lenni. És amikor az ember divatos, akkor olyan sokat játszik, aztán csak más lesz divatos. Hogy most nem tudom, pont, most nincs is olyan fiatal fiú, aki ennyit forgatna, de most nincs is annyi film. Tehát pont a Rékával, a feleségem szoktuk beszélgetni, hogy 10 éve fiatalabb nálam, hogy ő már pont akkor jött ki a főiskoláról, amikor már nem volt ennyi film. Tehát hogy az egy jó időszak volt, amikor sok magyar film készült. Most már többször emlegettük Tenki Rékát, a feleségedet, és ti egy filmforgatáson ismertetek meg, a Poligami filmen. Ott volt egy jelenet, hogy te megpróbálsz udvarolni, aztán táncoltok egyet az erkélyen. Ott kezdődött ez a szerelem. Hát igazából most tök őszintén, én először, amikor megláttam a Rékát egy vizsgába, egy főiskolás vizsgába, és az jutott eszembe, hogy de jó, csak ezzel kéne élni. De jó lenne ezzel élni, ezzel a csajjal. Én megláttad, és erre gondoltam. Igen. És akkor ezután, ahogy akkor úgy elmúlt, akkor megláttam még egyszer, akkor megint eszembe jutott. És akkor ugye elkezdtünk beszélgetni, meg próbáltunk, meg forgattunk, de akkor még tulajdonképpen lement a film, és utána télen volt a filmnek a bemutatója előtt, volt egy ilyen vidéki turné, mindig, nem tudom, hogy most is így van, de régebben mindig vidéki nagyvárosokban mentünk a filmmel, akkor volt utána a közönség találkozó, és tulajdonképpen ezeken a közönség találkozókon akkor barátkoztunk össze. És Rékában mi volt az a plusz, amit te megtaláltál? Hát az, hogy ő nagyon tisztán látott engem. Ezzel talán mondtam egyszer, hogy volt egy, hogy akkor pont így nagyon ment a szekér, meg nagyon mindenki a barátom akart lenni, és mindenki mondta, hogy tehetséges is vagyok, jó színész is vagyok, mindenféle dolgokat mondtak, és a Réka meg egyszer csak azt mondta, hogy egy olyan jó szívű ember vagy. És akkor az ilyen, és akkor lehet, hogy ezt nem mondta senki, már nem tudom, gyerekkorom óta. Pedig nekem ez nem egy tök nagy erőnyöm, vagy erre vagyok legbüszkébb, hogy én tényleg egy ilyen jó szívű ember vagyok. És olyan, vagy olyan jó esett, hogy ő ezt látja, nem pedig valami mást, nem ilyen felszínest. És tulajdonképpen azóta is úgy vagyunk. Igazából ő meglátott benned valami olyasmit, amilyen te akartál lenni, vagy amilyen te voltál. Hát ugye, én elfelejtettem, hogy olyan vagyok. És hogy éltek ti otthon, mikor épp nem színészek vagytok, és rendező, művészeti vezető, hanem férfeleség, anyuka, apuka? Hát egyébként ez nagyon jó Rékában is, hogy ő is egy teljesen egyszerű, hogy tök egyszerű. Mi is szegény családból, én szegény családból származom, ő is. És például, amit próbáltuk most a Döntés című darabot, Edithével, Egger, nagyon szép történet egyébként, és a Réka, tulajdonképpen ez egy monodrámának indult a Rékának, aztán elkezdtem ezt rendezni, aztán annyira unatkoztam a rendezés között, hogy én is beszálltam mindenféle kisebb szerepekre, és akkor megindokoltam neki, hogy miért kell itt nekem bejönni, de valójában csak nem akartam nem színészkedni. És akkor ez tök jó volt, hogy nagyon nehéz darab, nehéz próbák, tök jó megoldások vannak. Utána, amikor vége ott, akkor meg átöltözünk ilyen melegítőbe, és akkor ott füvet nyírunk, meg kertészkedünk, meg takarítunk, meg nem tudom, tehát hogy semmiféle színi. Tehát a színészet az ahogy kijövünk a színházból, akkor az ott marad. Nekem annyiból másabb, hogy amikor eldöntöttem, hogy a 400-valahanyadik előadás után, hogy nem játszom többet a Hogyan értsük félre nőket első részt, akkor volt 2 hónap, amikor otthon ültem. És egyfolytában beszéltem. Tehát egyfolytában jöttem az ötletem, és mondta Réka, hogy menjél már el valahova játszani, mert nem lehet elviselni téged. Tehát, hogy a másik nehéz, amikor most ezt írtam, és akkor ez nagyon vicces, amikor veszekszünk, és akkor van mindig ilyen jelent, és elkezdem, hogy milyen vagyok még? Nagyon jó, igen, és az is vagyok, az is jó. És közben kiabálsz, szuper, és csapkodsz a kezed, tehát nagyon jó. Tehát, hogy ezek ilyen... Mi az, amin a leggyorsabban össze tudtok veszni? Bár az ember tanulékony, én a férjemmel azt hiszem, az először a főzésen vesztünk össze, mert hogy én nem akartam beleszólni, de hát a húslevesben ne tegyen csobbort. És ha nem tudom, mit én így kavarom, meg úgy, de megtanultam, hogy ha befogom a számot, akkor főz. Ha sokat dumálok, akkor utána egy évig nem főz. Nálam fordítva van nálam. Én akkor már tudtam főzni, amikor összejöttem a Rékával, és mindenbe beleszóltam. De ezt pont beletettem a darabba, ezt tegnap előtt hallottam ezt a mondatot, hogy ez pedig egy nagy különbség a férfi és a nő között, hogy a férfiak nem veszik észre a morzsát az asztalon. A nők azt látják, hogy káosz van a lakásban, azt mondjuk, hogy tök jó minden. Tehát, hogy ez egy teljesen másik rá, hogy tényleg nem emlékszem, hogy én valaha láttam morzsát asztalon, pedig biztos volt, de nekünk ez nem tűnik fel egyszerűen. Tehát, hogy de nem azért nem az se tűnik fel, hogy nincs ott. Az ugyanaz. Tehát, hogyha amikor ott van, akkor sincs ott, akkor nincs különbség, amikor nincs ott tényleg. A legrosszabb férfi tulajdonságok, azok milyenek? Az okoskodás. Okoskodás. Mindenbe beledumálni, igen. De hogy közben ezt is beleteszem darabba, ezeket mind bele lehet tenni, és azért ez nagyon jó. Tehát vannak ilyen konkrét mondatok, ez a veszekedés kellős közepén, hogy ne ostromold magad.
ostromolni, van ilyen szó, hogy ostromolni, ostoroz, talán azt a szót kerested, hogy ostromolni a várat szoktuk. Tehát, hogy a férfi hátrébb lép, és ilyen intellektuálisan maró gunnyal, amikor valaképpen ilyen érzelmi állapot van, ebben jók vagyunk mi férfiak egyébként. És mi idegesít téged legjobban a nőkben? Nem is tudom, szerintem nem minden férfi van így, de hogy és sokkal gyorsabban elintézek mindent, tehát sokkal praktikusabban és gyorsabban elintézünk mindent, és ez ilyen tökölés, bizonytalankodás, az nagyon-nagyon zavaró, hogy adjuk meg, akkor hív föl, tehát hogy praktikusan egy csomó mindent meg lehet oldani, és amikor ilyen kis bénázás megy, hogy akkor azt mondja, hát akkor még nem hívom föl, jó, megmondom, de hogy meg kell kérni, hogy jöjjön el, hogy nem tudsz eljönni? Nem azt mondjuk, hogy nem tudsz eljönni, hanem hogy el tudsz jönni, tehát hogy ilyesmik, tehát hogyha amit azt érzem, hogy én hamarabb meg tudnám csinálni, akkor az zavar, hogy ő miért három körbe csinálja meg, amit egy körbe is meg lehet. Kicsit körülményesek vagyunk néha. Hát igen, de közben meg hát mégiscsak a részletek a jók az életben, tehát hogy nem a prompt megoldások, amit mi csinálunk. Ez az első részben van, hogy az a helyzet, hogy a lényeget azt a nők mindig jobban látják. Mi minden mást jobban tudunk, de a lényeget azt a nők jobban tudják. És mi tényleg többet beszélünk? Feleslegesen? Ezt nem kérdezett komolyan, de tényleg, tehát rengeteg. Jó, igen, de ha mi el akarunk mondani valamit. Igen. Mi el akarjuk mondani, és a férjünk fogja az újságot, vagy a telefont, és beül a WC-re. Tudod, milyen nehéz kívánni, hogy kijöjjön? Igen. Azt akarod elmondani, hogy innen elment oda, és akkor elment, és volt rajta egy ilyen ruha, és ez mondjuk, ez mert a kéket akarta felvetni, csak aztán végül a pirosat vette fel. Nem mindegy, el is indult, szépen sütött a nap, tehát hogy nem értem, mond, elment vagy nem ment el. Tehát, hogy nekünk ez az egyenes kapcsolódás, hogy elment vagy nem ment. Egy férfi nagyjából így beszélget, hogy elment, jó van. Tehát, hogy... Szerinted milyen különbség van a férfi és női gondolkodásmódban? Hát ez, hogy a nők azok, szinte ez is van az első részben. A férfiak egy dologra figyelnek, a nők meg sok dologra, mert a nők gyűjtögettek, ezért kellett nekik mindenfele figyelni, megosztani a figyelmet. A sikeres vadász az volt, aki meg tud egy dologra fókuszálni. Tehát nekünk azt kell, hogy egyetlen egy dologra koncentráljunk. Például a nők látják, hogy nagyon sok szint meg tudnak különböztetni, mert nem volt mindegy, hogy a bogyónak milyen színű, milyen árnyalatú az a szín, mert az egyik még mérgező, a másik meg már ehető. Tehát, hogy a férfinak van öt alapszín. Igen, de nekünk a barnától a piros, a liláig minden piros. Tehát, hogy tényleg nem látjuk a különbséget, de ezért a nőknek ez évezeteken keresztül muszáj volt, mert ők gyűjtették. Most az őznek tök mindegy, hogy milyen színű bundájával, hogy el kell találni, aztán kész. De hogy ez, hogy sokfele figyelnek, és sokfele tudnak asszociálni. Meg ilyen lineárisan haladunk egyikből a másikba. Az előadást azt most fogom megnézni, de hogy végigolvastam a témaköröket, hát ki nem ismer magára ebben a görbetükörben, és van egy-két kedvencem. A vasárnapi ebéd, húsleves, rántott hús, gyomorgörcs nélkül. Neked a gyomorgörcs mikor kezdődik? Nekem ez igazából nincs, de csak hogy ez a történetben úgy van, hogy annyira jó, hogy a feszültséget lehet oldani mondjuk veszekedéssel. De veszekedést meg kell tanulni, csak mi nem, mert a jól nevelt családból érkező gyerekek nem tudnak veszekedni. Azért nálunk ez nem volt, de azért ez úgy, hogy ez például mindenkinek megjelenik egy ilyen családi ebéd. Főleg az olyankor van már, amikor az ember már éli a saját életét, és akkor úgy visszamegy a szülőkhöz. Jaj. És akkor tudod, hogy már rég más kéne csinálni, de még itt vagy, beszélgettek, és abban van egy ilyen gyomorgörcsös. De hogy tulajdonképpen én nekem azért szeretem ezeket a darabokat, hogy azért foglalkozom ezekkel, mert hogy azt hiszem, hogy azokról szeretek beszélni, ami mindenkivel van. Tehát, és pont erről is valami interjúban mondtam, hogy régebben minden darab vagy film erről szólt, hogy kell megtalálni az igaz szerelmet. De engem már ez nem érdekel, hogy kell megtalálni az igaz szerelmet, az érdekel, hogy mi, hogyha az ember megtalálta az igaz szerelmet, megtalálta azt a nőt, akivel együtt akar élni, csak rohadtul idegesíti. Tehát ez a házasság, ugye, amikor az ember együtt él valakit nagyon szeret, de borzalmasan idegesít. Tehát, hogy én ezekről szeretek beszélgetni. Ugye. Egyszer Réka azt nyilatkozta, persze nagyon megdicsért, hogy mindig nagyon jó tanácsokat adsz, és nagyon vagány vagy, és nagyon intelligens, de hogy ti mindent megtettetek a házasságotokban azért, hogy elváljatok, de nem sikerült. Hát nem így volt ez az én környékén, az építkezés környékén. Tehát ezt mindenkinek mondom, hogyha akar válni, építkezzen. Nagyon jó rá. Tehát tényleg tudod, hogy a ház nem biztos, hogy felépül, de egy jó válás. Nem, tehát én még nem találkoztam olyan párral, aki nem mondta volna, hogy fia, mire elkészült a ház, mi már majdnem elváltunk. Tehát, hogy ha azt túléljük, akkor már mindent. Na, és még akkor abba avasd be engem, hogy meg tudjuk-e csalni a másikat véletlenül. Hát erről egy nagyon hosszú monológ egyébként. Ez Rékának írtam ezt a monológot, én nagyon, még akkor volt úgy, hogy ketten csináljuk.
És akkor tudom, hogy ez lett kész elsőnek ez a monológ, ez nagyon hosszan, hogy hogy van az, hogy valakit meg lehet csalni véletlenül, hogy véletlenül bejelölöd, véletlenül ez van, véletlenül az van. Hát nem, mert ezek döntések sorozata. Tehát ugye a szerelem a szerelem, a hűség az meg döntés. Tehát ez mind döntés. Hogyha te egy hétre nő lehetnél, akkor milyen dolgokat próbálnál ki? Van karika nőként. Egyébként? Figyelj, gyakorlatilag semmi más nem teszem be a szexualitáson kívül, tehát hogy gyereknevelés, ilyen, mondjak ilyen ízéket, ilyen általán... Sütés, mosás, takarítás. Igen, szívesen vasalnék, szívesen stoppolnék ilyen régi lyukat, zoknék. Nem tudom, semmi más nem tudja eszembe a szexualitáson kívül, de azt most úgy nem mondanám hirtelen. Sminkelés. Hát azt mondjuk pont nem, meg ráadásul az nekünk van a színházban, a filmben, azért ez sminkelünk, tehát hogy ez az pont nem olyan, ami úgy nagyon vonzó lenne. De van egy pár egyébként. Udvarolni? Nem udvaroltatnál magadnak? Azt is szoktak nekem, tehát hogy... Hát akkor udvaroljanak még neked sokan, és sokan nézik az előadásaidat, és nagyon várjuk az estét, úgyhogy köszönöm neked ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen.